100 éve tört ki az első világháború, erre emlékezve nyílt időszaki kiállítás a Bihari Múzeumban. A 21. századot is meghatározza az 1914-ben kirobbant háború, mellyel kezdetét vette a fordulatokban bővelkedő 20. század. Muraközi István polgármester köszöntőjében még kitért a Kálvin téren található első világháborús emlékműre is, mely, mint mondta, az évforduló kapcsán pályázati forrásból újulhat meg. Kála Irén intézmény vezető szavaiból kiderült, hogy az idei múzeumok éjszakája témája is a katonaság lesz. Ennek egyik fontos eleme a most megnyíló kiállítás, mely a kurátor első önálló alkotása. A koncepció már hónapokkal ezelőtt megfogalmazódott, mégpedig az, hogy nem a háborúnak a borzalmaira, a csatákra helyezzük a hangsúlyt, hanem, amint a képen is látszik körbe a falon, azokra az emberekre, azokra a katonákra, akik megjárták a háborút, és nekik az arckifejezésükből próbáljunk következtetni arról, hogy miket éltek ők át. Mondhatom, hogy ez a kiállítás egy igazi közösségi összefogás eredménye, ugyanis a Bihari Múzeum gyűjteménye mellett szinte egész Biharból érkeztek tárgyak, dokumentumok, úgy mint Henczidai helytörténeti gyűjteménytől is, a Bakonszegi helytörténeti gyűjteményből, ezen kívül magángyűjtőktől, Berettyóújfaluból, Nagyváradról, magánszemélyektől, Gábor Jánból például, illetve Debrecenből segítségünkre voltak, és így alakult ki ez a kiállítás tulajdonképpen. A kiállítás egészében tükröz egy olyan látványvilágot, amit érdemes megnézni, illetve a falra kifüggesztett szövegeknél is az érdekességet próbáltam összegyűjteni, és azokat is mindenképpen érdemes végigolvasni, és ezek függvényében nézni meg magát a kiállítást, a képeket, a tárgyakat, a relikviákat, a dokumentumokat, illetve egy dolog talán, ami érdekes, mégpedig egy Gábor Jáni ember, Székely Lászlónak a hadifogságban írt, eredeti kézzel írt napló részete, illetve naplója van kiállítva. Ezt 1916-ban olasz hadifogságban írta meg. Ez a kiállítás itt látható Bihari Múzeumban 2014. október 3-áig, csak itt lehet megtekinteni, éppen ezért, mert sok helyről jöttek eszközök, dokumentumok, tárgyak, és éppen ezért nem fog ez vándorútra menni, ez csak itt október 3-áig tekinthető meg. A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskolás Kollégium kvázi mint segítségnyújtó szerv, illetve partner szerv működünk közre ennek az időszaki kiállításnak a megvalósulásában, és hát terveink szerint majd a múzeumok éjszakáin ezt tovább szélesítjük, ezt az együttműködést. Alapvetően mi a szellemi tőkét próbáljuk ide ebbe a tárlatba belezsúfolni, hogy igazából felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem csak a második világháborús veszteségeink voltak azok, amik nagyon jelentősek. Az első világháború kapcsán nagyon sok emlék elveszett, ugye nincsenek már meg azok a személyek, akik részt vettek ebben a nagy háborúban, és bizony-bizony be kell valljuk, hogy a civil lakosság sem vett részt benne olyan érintettséggel, mint a második világháború kapcsán. Nem voltak olyan civil veszteségek, annál inkább a katonai veszteségek, és nekünk, mint az eljövendő katonai nemzedék nevelőinek, oktatóinak nagyon fontos szerepünk van abban, és nagyon fontos az a tevékenység, amit a múzeum pedagógiában keresztül nyújtani tudunk ennek a fiatal korosztálynak, hogy igenis egyértelmű legyen az ő számukra is, hogy ez nem egy elfeledett történelmi esemény, hanem igenis ez gyakorlatilag mind a mai napig egy nagyon komoly húsba vágó történelmi tény volt. Alapvetően mi inkább honvédelmi nevelésnek hívjuk ezt a fajta tevékenységet, ami folyik, ez egy oktató-nevelő tevékenység az intézményen belül. Ez egy Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, gyakorlatilag a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában üzemel maga az intézmény, ez 2013. augusztus 1-ével jött ez létre. Ebben az egész tevékenységben próbáljuk megvalósítani a diákoknak a honvédelmi irányba történő nevelését. Ez azért is fontos, azt gondolom, mert egy kicsit a sorkatonaság felfüggesztésével azért a civil lakosság kötődése a honvédelem ügyéhez, a Magyar Honvédség feladat rendszeréhez megszűnt,
És ilyen módon én azt gondolom, hogy több generációt is meg tudunk szólítani, hiszen ezek a fiatalok apákon, nagyapákon keresztül szintén újra kapcsolatot tudnak és kapcsot jelenthetnek a Magyar Honvédség és a társadalom között.